Kedves nézőim, ismét üdvözlöm Önöket, most Önöknek megmutatom, hogyan lehet erős jelszavat készíteni olyan módszerrel, hogy könnyen memorizálható, nem elfelejthető, egy alig egy papír szelfi lappa visszakereshető. Figyelj is, mutatom. Most újból ismét hallják a hangomat. Sima TXT fájlon meg fogom mutatni Önöknek. Például felteszünk egy kérdést. Az egy kérdés volt, és egy kicsit állítok rajta, hogy láthatóbb legyen. Hát itt ebben szerkesztőben. What is your favorite color? Például legyen a válasz, hogy a kék. A. Most jön a generálás belőle. Például most ezt a kérdést lemásolom. Leírom majd a választ alá. Szóval itt van ez a kérdés. Feltettünk ezt a kérdést. Mi a kedvenc színed? What is your favorite color? My favorite color is blue. Blue, csak legyünk, hogy blue. Hogyha akarunk hosszabb választ, például ezt is tudjunk csinálni, hogy pink. Így jobban lehessen generálni a jelszavat. Pink, blue. Vagy például lehet arra rakni bármit bele, amit akarunk színt, amilyen szín van. És most akkor nézzünk a betűkkel. Legelsőnek lemásolunk egy nagy V betű lesz a kezdőbetűnk. És aztán nézzünk, ami mi van alatta, a másik betű, az jön az I betű, kicsi I betű, majd aztán jön a H betű, aztán jön a K betű, majd jön a T betű, utána jön az L betű, L betű, utána jön a J, J, aztán L Y, majd jön az E betű. Szóval megjön ez, és itt marad az a szó, hogy a favorite B color. Most a kedvünk szerint, hogy ezt le is bírjunk másolni, our favorite color, vagy egyszerűbb az az or, meg legyen jegyezve, például kiadjunk, hogy mit is akartunk, ezünkbe jut, mire gondoltunk a válaszból, ne legyen olyan túl hosszú, csak leírjunk azt, hogy color. Color, tehát hogy erősen legyen a jelszavunk, akkor átmásolunk ezt a fordítottan, bírunk egy R betű, color fordítva. O és egy C betű. Majd megkaptunk ezt a gyönyörű szép sort.
egy kicsit még nehezítsünk. Végre is nyomunk egy nagy betűt. Majd most jön a lényegesebb része. Még erősebb legyen ez a jelszavunk. Akkor legyen egy előtte egy speciális karakter, például mint a csillag. Utána is. Akkor lehet egy például a szerencse számunk. 7-7. A végére is a másik szerencse szám 77. És hogyha erősebbet akarunk, például lehet itten játszogatni vele ezekkel a karakterekkel. Minden 4 szám után például rakjunk bele egy vesszőt. És egy vesszőt. És aztán még, vagy ha még erősebbet akarunk, akkor mind a 2 szám után dobjunk bele egy pontot. Pontokat. És ezt lehet könnyedén, ezt a kódot lehet memorizálni. Simán könnyen. Mert te kiindulsz abból, hogy tudod, hogy feltettél magadnak egy kérdést. Mi a kedvenc színed? Erre te válaszoltál rá, hogy pink és a blue. De ha akarod, oda lehet rakni egy endet, és akkor blue. Pink, blue. És akkor ezt leírod. És tudod, az első jelszavad, honnan jön a betű, sor, hogy V, elsőleg leírtunk a nagy V-t, aztán leírtunk az E-t, aztán kiadtunk ezent, majd leírtunk a H-t. És akkor így ezt a eljátszottunk, majd a kezdeténél oda raktunk egy csillagot, majd is a végé is raktunk egy csillagot, majd ide aztán dobtunk be szerencseszámokat, majd aztán felosztottunk, minden 4-es után raktunk vesszőt, 2 helyre raktunk vesszőt, meg kell jegyezni, aztán a következő 2 sám, szám sor 2, az csak pontot raktunk, pontot, pontot, és a végére megint úgy. Ezért könnyen lehet megegyezni, hát nem lehet tudni, bizonyos idő után fel tudják-e törni vele a jelszó, az e-mail címeknek a jelszavát. Ezt a jelszót szerintem simán fel lehet, ezért ajánlatos minden 3 hétben újabbat kitalálni. Meg az a lényeg, hogy semmilyen oldalaknak nem kell formulatlan megadni ezt a jelszavat. Például amin a fontosabb e-mail címeknek van. Egyébként ilyen egyforma, egyszerűbb jelszavak is vannak, ez inkább ilyen nehezebb jelszavak közé tartozik szerintem, de lehet, hogy könnyedén fel lehet törni ezt is. Vagy ha még tovább akarjunk bonyolítani az logikánkat, a memóriafejlesztésünket, akkor megfogjátok. És itt van ez a számsor. És akkor például 77, a szerencse számokkal kezdődik. Ide berakunk például, benyomunk egy pár. Veszőt, de a másik fél, még berakunk egy pár plusz, és már itt van egy elég erős jelszó, de simán feltörik, de hogyha maguk még erősebbet akarnak enni is, akkor bevetik a. Akkor több karakter, több speciális karaktert is beleraknak. Hát, ezt is szerintem bármikor felbírják törni. A lényeg, hogy könnyen memorizálható lehessen, de abból kell kiindulni. Felraksz egy kérdést, azt megválaszolod, majd annak a kezdő betét valami X-re kikötöd, elkezded a V-t, valami matematikai funkcióval összeválogatod, és akkor megkapod a egy jelszavat. Remélhetőleg értettétek a videónak a lényegét. Ez a videó erről szólt. Remélhetőleg valamit le lehet vonni tanulságot vele. Köszönöm ismét a figyelmüket, ha megnézték. Ha meg, ha nem, akkor meg épp mindegy volt.